A városnapi programsorozat folytatásaként Bakó István polgármester a Művelődési Ház kiállító termében személyesen is üdvözölte a derecskei elszármazottakat, majd számolt be a településen az elmúlt években végbe menő változásokról és a jövőben megvalósuló fejlesztésekről. Néhány gondolat, hogy a mi kisvárosunkban mi az, ami ránk váró fejlesztés. A kollégium előtt van az emeletes iskola, ahova én még elsős másodikos koromban jártam. Annak lehet, hogy látták sok mindenki, hogy fel van állványozva. Annak a felújítását fogjuk őszre befejezni. És a jövő héten kezdődik két másik jelentős épületünk felújítása. Az egyik a mozi. A mozit felújítjuk, de már nem mozi funkciót kap, mint ahogy már évek óta nem mozi, hanem továbbra is a Néptáncosok Művészeti Iskolának lesz egy ilyen bázis helye, de megújult külsővel, megújult belsővel. A másik ilyen házasságkötő terem, amit teljesen megújítunk, mert már nem méltó ahhoz, hogy ott házasságok kötessenek, vagy a képviselőtestület ott tartja az üléseit. Az óriási lépés viszont, ami szintén ebben az évben indul el, az, hogy itt a tőlünk ebben az irányban lévő hatalmas terület, aminek nagyobbik része mindig is az önkormányzat tulajdonában volt, sok mindent pedig cseréltünk és vásároltunk. Itt egy teljesen új teret fogunk kialakítani, aminek része egy piaccsarnok, része egy nagy konditerem, ami manapság úgy látjuk, hogy nagyon nagy igény van rá, és egy emeletes szolgáltató ház, ahol alul üzletek vannak, fönt pedig egy konferencia terem lesz. Szabadtéri színpad, két gyerekjátszótér, és a régi, hát mi tábornak ismerjük, ki minek ismerheti, régen ugye a református egyháznak volt az a gabonatárolója, abból pedig éttermet próbálunk varázsolni, mert nagy hiány, hogy a városhatáron belül nincs étterem, az Almavirág étterem kint azt mondom jól ellátja a funkciót, de nyilván városon rendes jó lenne egy vendéglátóhely. Ugyanebben a projektben még ez az épület fog megújulni, foglaljatok helyet, van itt még kis hely. Ahol most vagyunk, az épület száj fog kapni egy emeletet, illetve a könyvtár is megújul, mert nagyon síramos állapotban van. Na, mi ezt a projektet úgy összességében nevezzük zöldváros projektnek, és most ahhoz kezdve 7 évre kell, hogy befejeződjön, 700 millió forintot nyertünk. Azt gondoljuk, hogy ez a megújult városközpont, ez vonzani fogja a fiatalokat, bízunk benne, hogy ez egy mozgalmas, vásárlós, anyukák fogják tologatni a gyerekeket babakocsival, és ehhez hasonló képeket vetítettünk előre, hogy milyennek szeretnénk ezt látni. A belterületen ezek a legnagyobb fejlesztéseink, van egy nagyon fontos külterületi fejlesztésünk is, az elindítottunk, ugye a Derecskén a mezőgazdaság mindig nagyon jelentős volt. Azt láttuk, a gazdák mondták nekünk, hogy az öntözés az jelenleg a legnagyobb versenyelőny a mezőgazdaságban, ami lehet. Derecskén most is a földet 15%-a öntözhető. És fáradtságos és hosszú munkával sikerült a döntéshozókat meggyőzni arról, hogy az öntözést ott érdemes igazán fejleszteni, ahol jó a termőföld. Nyilván az öntözés az mindenhol termés növekedést tud hozni. De ez a növekedés az nem ugyanannyi egy 8 aranykoronás, meg egy 23 aranykoronás földön. És sikerült elérni, hogy első lépcsőben a derecskei szántóföldek 50%-a öntözhető lesz. A nyár végén indul ez a projekt is. Ennek van egy másik üteme is, amit már elfogadás alatt van, akkor 85%-ig szeretnénk eljutni. Már ezzel az első ütemmel is dobogósok leszünk, a másodikkal pedig is a vezetők lennénk. Ez nem kell arról beszélni, a termésbiztonság, mert mi minden miatt nagyon fontos, de az már most látszik, hogy amikor elindultunk ezen az úton, nem sokkal utána mennünket keresett meg a Debreceni konzervgyár, ami francia tulajdonban van, hogy akkor úgy gondolkozik, hogy akkor másokkal nem is fog leszerződni, csak derecskei gazdákkal, mert ilyen közelségben, ilyen tudással, ilyen termelésbiztonsággal ez akkor egyenes út kell, hogy legyen, és nem 50-60 helyről kell, hogy a beszállítókat próbálja összeszedni. Ez teljesen pontosan, biztosan nem így lesz,
de a jelentőségét mutatja, hogy ez másnak a fantáziáját is megmozgatta, és mindig alapfeladatot tekintettük, hogy az önkormányzat ugye felelős, az önkormányzatért igyekszünk a kultúrát más is támogatni, de hogy a város gazdaság alapja az mindig is a vállalkozások voltak, ez így helyes, hiszen az önkormányzat is jelentős részben az ő befizetett adójukból tud bármi juttatást adni, hogy a vállalkozásokat is olyan helyzetbe hozzuk, amiből lesz majd befizetett adó. Na, én összességében ennyibe gondoltam, hogy elmondani a következő néhány esztendőben mi várhat Terecskére kicsit tágabb környezetben, illetve itt városon belül, és most nagyon szívesen várom és fogadom a kérdéseket. Csizmaria József vagyok, polgármesterrel találkoztunk már néhány alkalommal. Én azt hiszem, hogy mindannyiunk nevében, Terecskéről elszámazottak nevében megköszönhetjük azt a gondoskodást, amit önök jelenlegi városvezetés irántunkban tanúsított, lehetőséget biztosított arra, hogy itt lehetünk, önnel szót válthatunk. Mi személyesen húgommal együtt külön köszönjük azt, hogy a járási hivatal egyik termében Velcsikkel kiállítás, bemutatóval összekötött Velcsikkel kiállításra volt lehetőségünk, még a délutáni órákban, akit érdekel, szívesen látjuk. És polgármester úr említette, hogy javaslatok. Én úgy gondolom, hogy ismerős család lehet Derecskén a Sereség, Seres család. A Seres Géza bácsi, bocsánat, hogy így mondom, szemész főorvos úr túl a 100. életévén Debrecenben él. Én úgy gondolom, 103 éves. Én úgy tudom, vagy úgy gondolom, hogy ha egy kicsikét egészségi állapotban nem is túl jó, de hát 103 életévig azért már az nem semmi. Én a lányával beszéltem más ügyben, kerestem őt. Talán a legközelebbi alkalommal érdemes lenne velük felvenni a kapcsolatot, ebbe tudok segíteni, hogyha szükség van rá, meghívni őt. Tehát a Seres Géza bácsi személyisz főorvos függetlenül attól, hogy nem Terecskén töltötte a aktív életének zömét, hanem nem tudom, nem Hosszúpályán esetleg, vagy Konyhára? Nem tudom, mit is segíteni. De majd Debrecenben később szállapot. Több évtizedettől van Debrecen. Na, de azt megelőzően valamelyik kis településen laktak hosszú ideig. Egyébként ő vezette be annak idején a Tiszta Virágos, vagy hogy mi volt, Tiszta Udvar Rendes Ház mozgalmat országos szintűvé vált. Na most, én bízom abban, hogy a polgármester úrról terjedő, az ön által nyilatkozott interneten olvasható ellenére meggondolja magát, és mégis indulni fog a következő ciklusban. Hogyha ez így lesz, akkor szíveskedjenek már esetben meghívni. Én azt gondolom, hogy talán jól esne. Ha szükséges, akkor tudok kapcsolatot, mert én mondom, keresem. Még egy gondolat. Említette a polgármester az autópálya építési lehetőséget. Engem érdekelt ennek a régészeti vonatkozása. És jártam a 47-es út, tehát Beregyőfa irányába, Nagykereki irányába fogott vezetni az autópálya, a régészeti feltárásokon, egy napon Bokai Sárba, ott lehettem, szarmatakori temetkezési helyeket, meg település helyeket találtak ott meg, már majdnem határszélen. Körülbelül egy ilyen 80 centi átmérőjű, fejjel lefelé fordított cserépből készült edényt találtak meg úgy, hogy a szántás során, a mélyszántás alkalmával a lefele fordított hatalmas cserép edénynek az alját elszántották, de az alatta rész teljesen meg volt, éppen volt. Mindenki azt várta, hogy na, ebbe találják majd meg a kincseket, mert hogy ez szarmatakkori lelet volt, és ez hiány, össze volt repedezve maga az egész, de a régészek úgy le tudták bontani körülött a földet, hogy a repedések után ez összeragasztható, nem volt benne semmi. Csak érdekességét akartam mondani, hogy valós lelet nem volt benne, de hasonló, mint ahogy itt a hagyószobát mellett is értékes sírokat találtak fent, azt hiszem egy férfi, egy nő és egy gyerek holttest csontvászait találták meg a hagyószobáti út mellett.
és köszönöm, hogy meghallgattok. Még egyszer köszönöm a lehetőséget. Köszönjük Hugommal együtt a lehetőséget. Köszönöm, köszönjük a gyertelmet együtt, és annyira egészítünk ki, hogy Seres Géza bácsi nagyon-nagyon sok terecskét gyereknek segített ráadásul a szemgondozási alapítványon keresztül, aminek én nem tudom, biztos a vezetője volt, mert... Főorvos volt, személyszőorvos. Azt tudom, igen, és ráadásul a szemgondozási alapítványnak is, és ezen keresztül segített gyerekeknek vizsgálatokkal, meg minden más egyébben. Hát lehet nincs időm 4 évet várni arra, hogy megint elszámoltak találkozó legyen, akár a következő év során is találhatunk olyan alkalmat. Nagyon jó gondolatnak tartom én is, mert tényleg szívét lehét adta ezért a területén, én is úgy ismertem. Meg a gyerekek is. Igen, hát főleg igen. Azt vettük észre, hogy ahogy telnek az esztendők, főleg ez már a 21. században, egyre nagyobb a lakosság csere, egyre többen elköltöznek Derecskéről, és bizony egyre többen ide is költöznek. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy mindazt az értéket, akik azt hordozták magukba, és innen máshol folytatják az életüket, hogy minden szárat megszakítsunk, hanem pont az az érdekünk, hogy erősítsük, hiszen látjuk, hogy tudósok, képzőművészek, becsületes emberek, dolgozó emberek, akik elmentek Derecskéről, és itt most, ahogy a polgármesteri fogadórán is elmondták, aki több évtizede elment, még akkor is, ha a Derecske szót meghallja, szíven üti. Na, nekünk szükségünk van azokra az emberekre, akiket szíven üt a Derecske szó hallatára, hiszen ők a mi városunkat gazdagítják. A művelési központ is ilyenkor töltődik föl újabb meghívottak lehetőségével, újabb kapcsolatokat tud építeni, ahogy elhangzott a meghívón is, egy Derecskéről elszámozott javasolt egy másik Derecskéről elszámozottat, és ez így van az élet más területein is, ez így van a gazdaságban is, és az önkormányzati életben is. Nem olyan régen, egy hónappal ezelőtt voltam egy nagy országos cégnél tárgyalni, ahol láttam, hogy a másik térfélen ült egy derecskei partner, akivel egyből összenéztünk, és nyilvánvalóan ettől kezdve sokkal könnyebb mondjuk egy tárgyalás is, hogyha van egy ilyen szoros kapcsolódási pont. Tehát igen, buta lenne a város, ha nem használna ezeket ki minden területen, a sporttól a tudományig. Bár ez most az elszármazottak találkozója, de elmondhatjuk, hogy Derecske azért erősen koncentrál arra, hogy minél több embert helybe tartson, és minél több olyan beruházás történjen a településen, ami helybe tartja az embereket? Igen, és nyilvánvalóan ez az előrébb való feladatunk. Most tudtunk olyan pályázatokat megnyerni, ami ebben segíteni fog. Hiszen 10 fecske lakás épül a fiatal házasoknak, nagyon jó ösztöndíjrendszereink vannak, a helyben tartást ösztöndíjakkal tudjuk támogatni. Ebben segíteni fog az is nekünk, hogy a Debreceni Déli Ipari Park elkezdett fejlődni, hiszen 1/4 óra alatt lehet Derecskéről odaérni. Ott nagyon sok derecskei vállalkozás fog oda bedolgozni, ez megint erősíteni fogja a derecskei iparosokat, szolgáltatókat. Tehát igen, a fő feladatunk az, hogy minél többen gondolják úgy, hogy Derecske a jövőjük. És ez a mai nap a derecskeieknek is szól, hiszen rengeteg program várja őket. Gondolom az ő szórakoztatásuk is ugyanígy fontos. Természetesen, és ilyen hosszú még sohasem volt a város napi rendezvény sorozat, ez már ugye 4 napot ölel föl. Igen, és amire törekedtünk, hogy ez legyen nagyon sokszínű. Tehát szólítsa meg könnyű zenével a fiatalokat is, akkor, aki mondjuk a tudományos érdeklődési köre van, nagyon jó előadás volt a jövőbeni energiahordozókról, például mindenkit érinthet, érdekelhet a kitüntetések átadása, képzőművészeti kiállítások átadása, és igyekszünk mindent, vagy sok mindent erre napra koncentrálni. Például fél órával ezelőtt adtam át a nagy színpadon a 14 éves focistáinknak a megyei bajnoki címet, mert azt gondolom, hogy ez is egy érték, és hozzátartozik a város napjához, hogy igen, a legnagyobb nyilvánosság előtt vehessék át a jól megérdemelt érmeket. A találkozóra sokan tértek hazatelepülésünkre. Rég nem látott ismerősök köszöntötték újra egymást több év távlatából. Az elszármazottakat arról kérdeztük, milyen kötődésük van Derecskéhez, és milyen érzésekkel tértek haza erre a találkozóra. 67-től mentem el katonaként, és akkor utána kerültem később Zalaegerszegre. Tehát itt nekem a mostanyám is itt dolgozott, édesanyám, édesapám, a család. És itt vannak a testvéreim is, egy lány és egy fiú testvére. A második osztálytól kezdve egészen a 7-ig jártam ide iskolába. 8-at már polgárra mentünk át, és utána a következő évben megint ide vissza Derecskére. Milyenek voltak akkor az iskolás évek?
Hát szépek voltak, szépek. Nem volt ekkora forgalom az utcán, simán korcsolyával mehettünk az úttesten, ugye az a letaposott kemény hó, de ami most, ez nagyon, 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 meglepően magas a forgalom, de akkor másabb volt, mert ritkább mozgás volt, már kocsi mozgások, és hát rengeteg sok élmény köt ide, mert itt volt a zenekarom is, itt működött minden, és hát itt nőttünk föl. Akkor mi szólította el innen? Elértem azt a kor, 18 éves kort, amikor bevonultam katonának, iskolára mentem, és akkor az iskolán, amikor végeztem, kerültem Zalaegerszegre. És hát attól kezdve minden fiatal valahol megragad, mert megragasszák valamilyen utómódon, hát én nekem is ugyanúgy mégis ott nősültem meg, és akkor mondjuk kezdetben ritkábban 2-3 évente tudtunk jönni, hát a régi 70-es években, de most minden évben már haza, úgyhogy a család látogatás, testvéreimet látogatom meg, hát ugye az anyám, apám, sírjaim mind itt vannak körülöttünk. Milyen gyakran jár? Hát így is kell mondani, hogy haza. És hát évente egyszer, de például tavaly kétszer is voltam. Tapasztal változást, fejlődés a település? Hát most a mostani, ami ez megdöbbentő volt, mert hát én indultam Zalaegerszegről hajnal 3:30, 8 órakor már Józsán voltam. És, de hát olyan, és utána átműk a Pércsi útra, és ezek az új utak, amiket most itt csinálnak, meg az öcsém elvitt Berettyóújfalu felé is, ott is megmutatni, hát mi most is beleborsózok, ez iszonyatos munkák zajlanak itt ezen a részen, még ki akarunk menni holnap, mert hétfőn megyek vissza, ki akarunk menni még itt a szováti oldalt is megnézni. Iszonyatos munkák, csak ott elgondolkoztam, honnan hozták ezt a sok földet, mert felüljárók, meg minden. Úgyhogy rengeteg munka zajlott itt. Mondjuk a városra rá is fér, mert mikor jöttem be, hát voltam vagy 50. a sorba. Iszonyatos, ami tényleg itt a forgalom van. Még meglepődtem, hogy most viszonylag szombat délután csend van. Már milyen kötődése van Derecskéhez, és milyen érzésekkel tért most ide-vissza a mai napra? Nagyon kellemes érzésekkel jöttem, a kötődésem pedig 1950-ben kezdődött, amikor édesapámat ide helyezték a járási tanácsra, a járási főagronómusnak. Itt jártam a 7. és 8. osztályt, majd bejáró diákként a Fazekas gimnáziumba jártam. És még akkor is, amikor az Ötvös Egyetemre jártam Budapestre, akkor is tulajdonképpen derecskei lakos voltam. Majd 1959-ben, amikor elvégeztem az egyetemet, akkor Tiszavasváriba kaptam állást, és azóta is ott élek. A vicces az volt, hogy biológia földrajzszakos tanár, középiskolai tanárként a Tiszavasvári gépállomáson dolgoztam laborvezetőként, és ugyanabban a épület, ugyanabban a szobában, ugyanazon széken, asztal mellett ülve három cégnél voltam. Ez az átszervezések kora volt, a 60-as évek. És aztán onnan úgy mentem el, mint főagronómus, ez is röhely volt. Na, elég az hozzá, hogy tanítottam aztán 10 évet Tiszavasváriban, és utána kerültem a természetvédelemhez, a debreceni Észak-Alföldi felügyelőségnél voltam felügyelő, és ez 78-tól volt. Azzal egy időben a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán oktattam, állatrendszertan, majd 87-től főiskolai tanárként állandó állásom volt a Nyíregyházi Főiskolán, és 2009-ben hagytam abba a felsőoktatási munkámat, amit nagyon szerettem. És hogy mit jelent nekem Derecske? Az, hogy én biológus lettem, az két területnek köszönhető, az egyik az Békés megyéhez, Újkígyóshoz kötődik, ahol apám gazdatiszt volt, és tanyán laktunk, az egy gyerek számára egy csoda. És itt a másik Derecske, itt érlelődött meg bennem az, hogy engem a természet érdekel, ez a környezet és azok az impressziók, amik itt éltek. Nem beszélve róla, hogy itt abban az időben működött egy úgynevezett természetkutatók állomása, amit akkor Micsurinnak hívtak. És
abban, mint középiskolás diák, aktívan közreműködtünk, és hát minden pillanatunkat, napunkat a természet kutatása és a szeretete töltötte ki, úgyhogy ezért mindig úgy jövök vissza, a Bornyúzukban laktunk egyébként, vagy Bors utca 3 névre hallgatott akkor, és hát számomra a Nagy Szíg, vagy a Kiserdő, vagy a Német Szíg, vagy ezek, hát mit mondjak, olyan nevek és olyan szavak, amelyek megdobbantják a szívemet. Milyen gyakran jár haza Dereskén, és milyennek látja most a várost? Rengeteget változott előnyére, hadd mondjam. Hadd mondjak egy példát. Az 50-es évek, vagy már 50-es években volt az, igen. Akkor tették kötelező, itt volt tüdőgondozó, és akkor tették kötelezővé a tüdőszűrét. A város 85%-a TBC-s volt. És most mennyi? És akkor a nádfedeles házakon természetes volt. Most megdobant a szívem, mert láttam egyet. Tehát óriási a változat, ez természetes, mert azóta eltelt 50 év, tehát kellett is, hogy sok minden változzon, de ahogy én újabban visszajárok ide előadásokat tartani, az alatt az idő alatt is, ahogy megismertem a polgármester urat, meg jártunk a városba, hát csak gratulálni tudok. Hadd mondjam el egy élményemet. Tegnap az Alma Virág étterembe ebédeltünk, ahol az asztalokon egy ilyen kis papír van a tányérok alá téve. És alá van írva, hogy minden, ami derecskei, fogyassza a derecskeit. Tehát az a patriotizmus, ami itt érezhető minden vonatkozásban, az egy óriási dolog. Földessé Magdolna vagyok, de mindenki Tóth Magdolnának ismer, így születtem. Én Miskolcra kerültem, holnap lesz 40 éve, úgyhogy holnap a jubileum. Most először tudtam eljönni, mindig valami akadálya volt, és nagyon örültem, hogy itt lehettem. Van valaki, aki holt a napjáig itt szeretett volna lenni, úgy hívják Kasszás Imréné Szőke Erzsébet. Pötyi néninek minden második mondata derecske volt, neki itt lenne most a helye. Úgyhogy én úgy jöttem, mintha az ő lelkét is hoztam volna. És köszönjük a városnak, hogy itt lehettünk. Remélem, hogy azért a nyugdíjas éveimet majd itt tölthetem zömmel, mert azért családom az Miskolcon és környékén van, de anyukám itt él még. És a ketéri visszaideleskére, milyennek látja a várost? Hát mivel mindig felkapjuk a fejünket, mindegy, hogy rádióban, tévében azt halljuk, hogy derecske, akkor rögtön rezdül az ember, és ezt nem lehet elfelejteni. Hiába ennyi évtized eltelik, akkor is derecskei marad az ember. Tehát ez kimoshatatlan. Nagyon jó érzés egyébként, meg ismerősökre találni. Én is, hogyha végigmegyek és ismerősökre bukkanok, hát akkor ez maga a világ. Milyen emlékek fűződnek ide Dereskéhez? Hát kezdődik azzal, hogy volt két csodálatos tanítónéném, Csíszér Dezsőné Fekete Kati néni és Móró Népálma néni, hát két tüneményes ember, akik elindítottak bennünket, és nagyon jó tanáraink voltak. Ez abból is érződhet, hogy középiskolában, meg főiskolákon, egyetemeken is jól megálltuk a helyünket. Én például a magyar irodalom szeretetét én Sósné Pirike nénitől úgy ittam magamba, hogy én ma is szinte érzem a bőrömön, hogy most ezt az élményt, hogy fogom tudni átadni. Remélem, hogy át tudtam adni az óvodásaimnak, mert több mint 40 évig dolgoztam, mint óvodám. Nekem életemben egy nagyon kis rövid szakasz a kötődik Dereskéhez. 1970-től 74-ig laktam Dereskén. A szüleim itt tanítottak Dereskén, és akkor velük együtt ide költöztem. De én nagyon rövid idő alatt elmentem, katona voltam, egyetemre mentem, tovább tanultam, tehát nem tartózkodtam Dereskén, de egy nagyon fontos része kötődik életemnek Dereskéhez, hiszen a feleségemet Dereskéről vittem, ide nősültem, és ez a kötődés még most is megvan, és tart, reméljük még egy pár évig. Ugyan találkoztak itt Dereskén? Hát ez egy ilyen hosszú történet, nem Dereskén találkoztunk, hanem valamikor még Hajdúböszörményben, egy régi kis táborban, és akkor hallott,
ismertem meg egy delecskei kislányt, aki ide járt a gimnáziumba, és mikor édesapám ide került Delecskére, ő itt volt a gimnázium igazgatója, akkor ismét találkoztam a kislánnyal, és ebből kötődött meg a házasságunk, ami 1973 óta tart folyamatosan. Ennek látja most a várost? Nekem nagyon tetszik a város, tehát mindig is figyelemmel kísértem a város fejlődését. Nagyon érdekelt, hiszen egy hasonló kisvárosban, Kunhegyesen élünk. Én közigazgatásban dolgoztam, Kunhegyesen, illetve Tiszafüreden, és ezért, tehát a szakmai érdeklődés folytán is mindig figyeltem Delecskét, illetve, mivel az öcsém még most is itt lakik Delecskén, családjával együtt, így mindig figyeltem, hogy mi történik, hogy történik, és én elismeréssel tudok szólni az itt elért eredményekről. Nagyon szimpatikus nekem a munkahelyteremtés területén elért eredmények, az infrastruktúrális fejlesztések, meg hát amit most a polgármester elmondott, hogy itt a mezőgazdasági résznél is komoly fejlesztések várhatók. Ezek mindenképpen elismerésre méltóak. Én Baranya Pálné vagyok, Illéstót Katalin lánykori nevem. Eredetileg derecskei vagyok, itt is születtem. Iskolába ide jártam, gimnáziumba itt érettségiztem. És mikor férhez mentem 1973-ban, akkor kerültünk el a településről, de hát rokonok maradtak itt, úgyhogy máig is visszajárunk még Derecskére elég gyakran. Szerettem volna megköszönni azt, hogy lehetőségünk van arra, hogy ilyen szervezett formában is eljöjjünk, hisz nagyon sok régi ismerőssel találkoztam itt most olyanokkal, akikkel 30-40 éve nem láttuk egymást, és fölismertük egymást, van a régi vonásokat, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó dolog. Határozottan látszik a fejlődés a városban, a város utcáin, terein, kifejezetten szép kisváros, és én úgy gondolom, hogy nagyon élhető kisváros, Derecske, és büszke is vagyok rá. Szintén derecskei kötődésű Illéstót Ilona festő is, akinek a Városnap keretein belül kiállítása nyílt a művelődési központban. A festő nyugdíjba vonulása után kezdett el a képzőművészettel foglalkozni, most 45 alkotását hozta el a kiállítóteremben berendezett tárlatára. Elmondta, most, hogy visszatért Derecskére, jó volt látni a virágos utcákat, a főteret, az építkezéseket. Látta az embereken, hogy boldogok, boldogulnak az életben. Egy jól fejlődő kisvárosnak látja jelenleg a települést. 1955-ben születtem, és 11 éves koromig itt éltem, mégpedig Derecskének tulajdonképpen a legszegényebb részén, azaz Kisderecskén. Kisderecskei általános iskolában jártam, 4. osztályig, aminek az volt a különlegessége, hogy osztott termekben történt a tanítás. Olajos padlós tantermek voltak, egy osztályteremben két évfolyam járt, tehát ez is bizonyítja azt, hogy abban a kis település részben milyen nehéz körülmények voltak abban az időben. 11 éves voltam, amikor elkerültem innen, és majd azt követően 45 év múlva jöttem vissza egyszer ide, amikor a rokonaimmal kezdtük a gyökereket keresni és a szálakat felvenni. Ez idő alatt, a 45 év alatt tanultam, dolgoztam, az aktív életem nagy része tulajdonképpen eltelt, és a 40 éves kedvezményes női nyugdíjazási lehetőséggel nyugdíjba vonultam, de már előtte terveztem ennek a kornak az aktívá szépítételét, mégpedig elkezdtem festeni, tehát gyakorlatilag 4 évvel ezelőtt kezdtem festeni, budapesti mestereknél, festőművészeknél tanultam, és hát jelenleg is tanulok. Milyen festmények vannak itt, milyen technikával készülnek, milyen témájú?
technikáját tekintve nagyon-nagyon sokféle, tehát akrél, olaj, akvarell technikával. Nagyon szeretem a festőkéses munkákat, az a kép például teljesen festőkéssel készült, és még nagyon sok képen festőkéssel készül. De technikáját tekintve ez a lényeg, imádom a képekben a harmóniát, mint az életem minden területén, az egyensúlyt keresem. Ezért a színekben, a képeim színében és az egyensúlyt keresem. Az az igazság, hogy ugye 4 évvel ezelőtt kezdtem festeni, és ez a 3. kiállításom. De tulajdonképpen az életem nagy részét Budapesten töltöttem. Ott volt eddig 2 kiállításom, és ott tanulok festeni, és ottani budapesti művészek kurzusaira járok. Tehát fejlesztem magam. Egyszerűen úgy érzem, hogy nem lehet megállni. Életemnek ez a nagy szerelme. Múlt hét kedden voltunk Dunakeszin, és 2 kapcsolat révén kerültünk mi ő hozzá, mert hogy ez a mai világ ilyen, hogy nem mindenkiről tudunk már, aki innen elment, és aki alkotó. Az egyik, akinek külön köszönet Csöklei Mihályné, aki felhívta a figyelmünket arra, hogy van egy Veresegyházi Mária, aki szintén itt van körünkben, és ügyvédi a barátnője, meg egyéb levezetés most mondta el Fili, hogy milyen módon ismerik egymást, amit én nem is nagyon értettem, de mi most szeretettel köszönjük. Itt Derecskén a Műközpontban 42-44 munkát hoztunk ide, ebből talán mindent próbáltuk kiállítani, de azt hiszem, ezt körülbelül ilyen szinten sikerült. Én azt gondolom, hogy méltó megünneplése, meg annak egyáltalán, hogy egy olyan alkotóról tudunk, aki Derecskéről elszámozott, és itt megmutathatja magát a városnak. Kedves dereskeiek, kedves Derecskéről elszármazottak, tisztelt hölgyeim és uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket, Léhi Ilona alias Illés Tóth Ilona festőművész kiállításán. Neve talán sokak számára ismeretlen a dereskeiek előtt azért, mert évtizedekkel ezelőtt elkerült a településről, a festészet barátai előtt pedig azért, mert lényegében, még ahogy a kiállítás címével is utal rá, az útkeresés állomásainál tart. Ismerkedjünk meg röviden az élet útjával. Illés Tóth Ilona Derecskén született, az első 4 osztályt a Kisdereskei Általános Iskolában végezte, ahol emlékezete szerint 4 osztályt tanítottak a 2 olajos padlagú tanteremben. A felső tagozatot a főúti iskolában végezte. A család 1966-ban elköltözött a településről, azt követően már csak képzeletében, álmaiban idézte fel az itteni házakat, ismerős emberek egyre elmosódó vonásait. Már ekkor imádott rajzolni, de nem volt előtte minta vagy támogató, aki terelgette volna útját ebben az irányban. A sors úgy hozta, hogy csak 45 év elteltével tért vissza újra Derecskére, a gyökerekhez. Mi történt ez alatt a több mint 4 évtized alatt az ő életében? Egyetemet végez, férjhez meg Léhi Gáborhoz, neveli 3 gyönyörű tehetséges lányukat, s dolgozik. Gyermekkori álma a munkás évtizedek alatt háttérbe szól. Bár ez alatt az idő alatt is állandóan késztetést érez az őt körülvevő világot megváltoztatni, átalakítani, lett légyen az az otthoni vagy a munkahelyi környezete, igyekezett azt szebbé, jobbá, harmonikussá, különlegessé, egyedivé formálni. Majd elérkezett a nyugdíjba vonulásának ideje, amikor is elemi erővel tölt rá a késztetés, látható formában felszínre hozni azokat az érzelmeket, gondolatokat, amiket már gyerekkori vágyai érleltek. Kezdetben saját örömére fest, autodidakta módon képzi magát, bújja a festészetről, festőművészekről szóló könyveket. Hamar rájön, hogyha fejlődni szeretne,
feltétlenül igénybe kell vennie szakember segítségét. Több mint 4 éven át heti 3-4 alkalommal jár festőművészekhez tanulni. Budavár István rajztanártól és Nagy Gábor grafikus és festőművésztől tanul rajzolni. Gasztonyi Kálmán és Király Nikolett festőművészek kurzusain kitartó szorgalommal, elköteleződéssel ismerkedik többféle technikával. Jelenleg legtöbb örömet a plenér technika adja számára, ahol a műterem, a természet, a táj. Ezzel a technikával festőkésszel készült, 7 darabból álló legújabb sorozata is megtekinthető itt, melyet a tavakkal, patakokkal, csodálatos ligeteges erdőkkel ölelt madárparadzsomként is ismert, Fekete István által is kedvelt, Somogyfajszi tájvédelmi körzetben készített idén májusban. Ott az a 6 kép, azon a büféasztal mögött az az, és a 7. pedig az a nagyon szép... Bocsánat, az a 7. a bogáncsos. A bogáncsos a 7. Jó, akkor elnézést, akkor én tévedtem el. Mert nekem az nagyon tetszik, az a kubúja. De az is, ugye? Az a 7. és ott a 6, így van. Mesterei mellett festett realista, impressionista, kubista modern képeket, mindegyikre találunk példát a kiállításon. Nincs még határozott, kialakult stílusa, ezért is adta a kiállításnak az útkeresés állomásai címet. A festészet rendkívül fontos része életének. Erről így van. Képes vagyok napi 10-12 órán át festeni, miközben körülöttem megszűnik a világ. Nem a mögöttes filozófia fontos számomra, hanem a festés maga. Bizonyos művészeti filozófiák szerint a szép, a túl szép alkotás gics, de ha az hiteles, öröm ránézni, értéket hordoz. Célom a festéssel olyan értékalkotás, mellyel a széteső világunkban örömöt, jó hangulatot, megnyúfást csempészek a nézők életében. Az ihletett pillanattól függően egyszer tájképet fest gazdag kolorittal, másnap portrét, aztán virágot, csendéletet, majd geometrikus formákat. Ezeket különböző technikával jeleníti meg, olaj, akril, akvarell, pasztell, kollázs, plenner, festőkéses, kitörléses, monokrom technikákkal. Réhi Ilona élő példa arra, hogy a tehetség előbb vagy utóbb utat tör magának. Sokszor nem nyíledenes ez az út, mint ahogy őt is a családból és a társadalmi elvállásokból hozott minták évtizedekig letérítették a gyerekkora óta vágyott útról, a festészet útjáról. De az a világ, amiben közel 5 éve lépett, és erős akarattal, bátorsággal, rengeteg tanulással, gyakorlással, sok örömet átélve halad, mutatja, hogy váltani sohasem késő. Mint ahogy példaképe Granma Mózes festőnagyi, amerikai festőnő példája is mutatja. Ő 78 éves korában kezdett festeni. 101 évig élt, a 23 év alatt több száz képet alkotott. Gyermekein egyszerű nyugalmat, békét árasztó képeivel hamar ismerté vált Amerikában. Kedves vendégek! Időzzenek el a képek előtt, fedezzék fel azok néhány titkát, csodálják a megszerzett tudás meg annyi jegyét. Figyeljék meg a képeket tapasztalható színharmóniát, a komoly szürke mellett hol a nyugodt barna, hol a hűvös kék, izgalmas piros, hol egy vidámsága érvényesül. Nézelődjenek, engedjék át magukat a képek által nyújtott különleges élményeknek. Érezzék a műveket az esztétikai szépség felől, vagy keressék bennük a jót, a tisztaságot. Engedjék magukra hatni a festmények által közvetített érzelmeket, gondolatokat. Ezzel Léhi Ilona
az útkeresés állomásai című kiállítását megnyitom. Hát köszönöm Palinak a kedves szavakat, és el kell mondjam, hogy nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek szülővárosomnak ezen a nívós programján a képeimmel, lehetőséget kaptam itt kiállításra. És köszönöm mindenkinek, aki eljött, köszönöm az érdeklődést, és a piknikasztalnál akár személyesen is szívesen örömmel beszélgetek veletek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Július 3-áig látható az anyag, mert akkor menjünk a Grosalma anyagér Pestre, és akkor visszük vissza. Mert, és nagyon köszönjük, hogy itt van lehetve az anyag. Én azt gondolom, az útkeresés az már megvan, mert hogyha valakinek van egy hobbi, az már abszolút rendben van. De bízunk benne, hogy nem csak hobbi. Igen, azért vannak ezen fokozatok szépen. Így van, nyilván. És köszönjük már a lehetőséget. Mégis, köszönjük szépen még egyszer. Városunkban immár hagyománnyá vált, hogy az évről évre megrendezendő városnapon kitüntetéssel jutalmazzák azokat, akik munkájukkal, tanulmányi eredményükkel jó hírnevet szereznek Derecskének. A kitüntető címek átadása előtt Bakó István polgármester úr gratulált elsőként azoknak, akik ebben az évben kiérdemelték ezt a díjat. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, megtisztelő, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. 12 éve döntött úgy a képviselőtestület, hogy a városi kitüntetéseket ne egy városi ünnepség, ne egy képviselőtestület ülés keretében adjuk át, hanem a lehető legnagyobb nyilvánosság előtt, ahol a legtöbb derecskei és környékbeli ember láthatja, és ez a városnapja. Ezért most 13. alkalommal a városnapján történik a kitüntető címek átadása. Az is hagyomány, hogy a kitüntetés átadás előtt, amely egyébként a városnapi rendezvény sorozatnak azt gondolom, hogy a csúcspontja, előtte pedig egy kis állófogadáson köszönjük meg és köszöntjük a kitüntetetteknek a munkáját. Az is az évek során már régen kialakult, hogy ilyenkor az intézményeink, a középiskola és az általános iskola a legjobb diákjaikra javaslatot tesz, és két-két diák a felnőtt kitüntetettekkel együtt lesz a színpadon, ők is egy kis ajándékban részesülnek. Ezzel is szeretnénk jelezni, hogy bízunk a jövőben is, bízunk benne, hogy ugyanolyan magasra jutnak majd, mint akikkel együtt őket kitüntetik. Az idei év egy kicsit különös, hiszen láthatjuk, hogy a kitüntetettek hál' Istennek népes számban vannak jelen, hiszen egy csoport, egy csapat is kitüntetést kapott. Láthatjuk a képekből azt is, hogy sajnos nem minden tagja lehet már itt közöttünk ennek a csapatnak. Elnézését kérem a csapattak, hölgyeknek, hogy mi a lánykori nevükön leveleztünk velük. Bízom benne, hogy ezt nem találták sértőnek. Azt gondoltuk, hogy amikor ők elérték ezt a címet, illetve Derecskén bizonyára ezen a néven sokkal többen ismerik őket, és így fogjuk majd a színpadon is az okleveleket átadni. A technikai részletekről is egy kicsit. 17 órakor fog kezdődni az ünnepség a főtéren. Mi 17 óra előtt néhány perccel innen együtt fogunk elindulni a főtérre. Ott lesznek nekünk fenntartott helyek. A kitüntetetteket kérem, hogy az első egy-két sorba foglaljanak helyet, hogy a színpadra könnyű legyen feljönni. És akkor egészségünkre, Isten hozta Derecskén a visszatérőket, és természetesen a nap mint nap itt élőket, vagy itt dolgozókat is. Olyan sokan vagyunk, hogy engedjék meg, hogy csak jelképesen én kocincsak a kitüntetettekkel, mert különben lekésnénk a 17 órás ünnepséget. Gratulálunk még egyszer, és köszönjük a Derecské érdekében kifejtett tevékenységét mindenkinek. Köszönöm.
A kitüntetettek között volt többet között Németi Tibor edző és a Derecskei Aranyak tornás csapat is, melynek tagjai 1965 és 1972 között országosan is nagy sikereket értek el. Derecske annyira közel állt a szívünkhöz, már akkor is, főleg meg most. Én is sokszor voltam itt a lányok is, bár volt olyan kislány, akit alig ismertem meg, nagyon régen nem találkoztunk. Számunkra ez óriási megtiszteltetés a gyerekek részéről is, és a magam nevében is azt tudom mondani, hogy csodálatos érzés volt. Nem tudom elmondani mennyire, amikor megkaptuk ezt a meghívót erre a ünnepségre, és nagyon-nagyon boldogok vagyunk. Egy azért, mert ezt megkapjuk, a másik pedig azért, mert jó néhány éve nem találkoztunk, és így sikerült összegyűjteni a legkisebbektől a legnagyobbakig, akik a legrégebben dolgoztak itt a csoportban. Ha csak röviden kellene összefoglalni a csoport munkáját és az elért eredményeket, mit érdemes kiemelni? Én szerintem a diákolimpiát, akkori úttörőlimpiákon elért, aztán 6 vagy 7 úttörőlimpiai címet, háromszor voltunk az év diáksportolói, felnőtt első osztályi csapatunk volt, ami akkor az olimpiai kötelező volt, ifjúsági, serdülő, tehát minden korcsoportban megvoltak a nagyon jó versenyzőink. Lényegében akkor még nem volt ilyen ismert Derecske, és amikor mentünk versenyekre, akkor csak csodálkoztam, hogy kerülnek. Hát tornáról van szó, az nem labdarúgás egyéb, hogy itt nagyon kemény munka kellett az, hogy elmenjenek. És ott az elért eredmények alapján aztán kezdték tisztelni Derecskét is, úgyhogy ide már nemzetközi versenyeket is hoztak annak idején. Hála Istennek egy olyan szponzorral, mint amin a Gesztei Gyuri volt, mert nélküle itt nem lehetett volna megcsinálni. Másfél a Nagy Pali bácsi, aki szakmailag, emberileg rengeteget segített, de mondom, hogy Gyuri meg a TSZ, ezek mögénk álltak, és annak köszönhetjük. Ez egy nagyon pénzigényes dolog volt, a legmodernebb szereket kaptuk meg, hamarabb volt nekünk, mint a pestieknek, hála a Gesztei Gyurinak, meg a TSZ-nek, a vezetőségének, de minden emberi segítsége, szakmai, anyagit, mindent megkaptunk tőlük, úgyhogy ez csodálatos érzés volt, és azért is örülünk neki, hogy akkor meghálálható, most meg pláne boldogok vagyunk, hogy eljöhettünk ide. Gondolom a segítség mellett kellett egy hozzáállás, kellett egy motiváció. Mi volt a csapat emberi titka? Hát kérdezzék az, hogy ezek pici gyerekek voltak, a három edésze nagyon-nagyon egyszerű embereknek a gyerekei voltak. Ezekkel kellett valahogy elhitetni azt, hogy igen, ti is ott vagytok. Kaptunk mi először hideget, meleget, amikor oda mentünk, mindenkinek becézték őket. Aztán a verseny végén már megsüvegelték a társaságot. De a legnagyobb motiváció az volt mindig, hogy Derecskéért. Szóval ez valaki, ez nem közhely, nem egy udvariassági szöveg, hanem az a Derecskéért, a falunkért, vagy a városunkért küzdeni keményen. Ez néha, hogy mondjam neked, meggyújtottál volna egy szálgyufát, robbant volna, mert kemény világ volt, az biztos, nagyon keményen föl kellett készülni minden versenyre, de vállalták ezt a gyerek, és hála Istennek bejött minden, ismerték a várost televízión keresztül, rádió, sajtóriportokon keresztül, egyre inkább megismerték, és a legnagyobb meglepetés az volt, mikor megérkezett a francia televízió ifjúsági osztály, gondolom le 60-as években, majdnem megőrült mindenki, hatalmas gépekkel jöttek, de aztán ők is nem akarták elhinni, hogy ez van itt, és ez hát sikerült végül az egész nemzetközi hírnévvel is szerteni. Itt is volt egy nagy versenyünk annak idején még, úgyhogy nagyon-nagyon boldogok vagyunk a régi időkben, de vissza tudtunk ide jönni, és szenzációs érzés. Nem tudom elmondani neked mennyire, nagyon jó esőérzés volt. Mondjuk el azt, hogy hogyan érintette, hogy megkapja ezt a díjat, mikor tudta ezt meg, milyen volt a fogadtatás, és mit jelent ön számára ez a díj? Hát végül is úgy gondolom, hogy én ezzel a díjjal tulajdonképpen a város középiskolájának a megtiszteltetés részesültem, hiszen ez úgy gondolom, hogy nem az én díjam, hanem minden kollégám díja, akiket én itt most képviselek. Hát meglepődve fogadtam a jelölésemet, hiszen én nem olyan régóta, vagy ha 19 évet lehet nem olyan régótának nevezni. Lakom és dolgozom Derecskén, és hát végül is örültem neki, hiszen ez elismerése végül is az ember munkájának. Hát 20 év, közel 20 év az azért nagyon, nagyon nagy idő. Gondolom nagyon sok pozitív, jó pillanat volt ebbe az időszakban, meg nagyon sok munka, nagyon sok nehézség is. Ha csak egyet-kettőt kellene kiemelni, mire emlékszik legszívesebben vissza? Tulajdonképpen minden érettségiző diákra szívesen emlékszem, hiszen a mi sikerünk az, hogyha ők átvehetik az érettségi bizonyítványt. Nagyon sok szép ilyen pillanatom volt, hiszen a közel 20 év alatt minden évben
több, mondhatni több tíz diákot érettségiztettem. Osztályfőnök voltam mindvégig, és vagyok. Ezen kívül pedig szép pillanatokat jelentenek a város életében való részvétel pillanata is, hiszen a könyvtárnak a rendezvényein azért többnyire ott szoktunk lenni a kollégáimmal együtt, illetve a városnak különböző más rendezvényein is. Foglaljuk össze, hogy hogyan érintette önt, hogy megkapja a díjat, és milyen érzések, mik voltak azok az első érzések, amikor ezt meghallott? Hát nagyon meglepődtem, hiszen én nem vagyok derecskei. Nem vagyok derecskei születésű, és mégis a derecskeiek, úgymond tőlük kaptam ezt a díjat. Hogy mi volt az első gondolatom? Az volt az első gondolatom, hogy én amikor idejöttem dolgozni, akkor elvállaltam egy feladatot. Beadtam a képviselőtestületnek, és én úgy gondolkodtam, hogy ezért a feladatért megkaptam a béremet, és ezt a feladatot maximálisan el akartam látni. De úgy látszik, hogy ennél többet tettem le az asztalra, mert csak díjazták a munkát, és ráadásul a nyugdíjazás után 2 évvel, ami külön öröm számomra, hogy még eszükbe jutok a testületnek, és azért ezek szerint csak van, hogy miről jussak eszükbe, még vannak olyan rendezvények. Gondolom azért ez nem csak egy feladat volt, hanem egy hivatás, egy hitvallás. Mik voltak a legfontosabb dolgok, amit szem előtt tartott a munkája során? Milyen elvek szerint ment a művelődés szervezés? Én nagyon szerencsés vagyok. Azért vagyok szerencsés, mert én nem munkának, hanem hobbinak fogtam fel az egészet. Tehát számomra egybeesett a, úgymond a szerelmem volt a munka, egybeesett a hobbim a munkámmal. Úgyhogy nekem nem okozott különösebb nehézséget, és a hitvalláson meg mindig az volt, hogy kiszolgálni az embereket. Olyan közösségeket létrehozni, amelyek nagyon erősek és beépülnek úgymond a település életébe, és nem csak a település életébe, hanem egyáltalán véleményt tudnak mondani az önkormányzat munkájáról, és ezeket csak azok a közösségek, akik együtt vannak, átbeszélik ezeket a dolgokat, és képesek erre, és segítenek az önkormányzatnak, a testületnek azzal, hogy véleményt, kritikát, ne talán helyeslést mondanak. 2 év után milyen visszajönni egy olyan rendezvényre, amit nem kell izgulni a szervezés miatt, nem kell nézni a másodperceket, az órát? Hát, azért még mindig van bennem egy kis izgalom a kollégák iránt, mert amikor jöttünk a kocsiba, a férjem megkérdezte, hogy most kivel fogsz legelőször találkozni. Mondom, a kollégákkal biztos nem, mert mindenkinek meg lesz a feladata, úgyhogy egy kicsit izgulok értük, mert én tudom, mit jelentett annak idején egy-egy ilyen rendezvény, hiszen ezt tulajdonképpen mi találtuk ki annó, ez is az egyik rendezvényünk volt, először Konyáron 2000-ben, majd utána itt Derecskén, mikor átkerültem ide. És hát tudjuk, hogy mit jelent, amikor kiosztunk egy feladatot, és azt maradéktalanul végrehajtani, úgyhogy izgulok, most is értük. Még bennem van. Az állófogadás után a kitüntetettek együtt közösen vonultak át a főtérre, ahol ünnepélyes keretek között vehették át a Derecskei Városi Képviselőtestület által megszavazott díjakat. Mi, Rákóczi György, Isten kegyelméből Erdély fejedelme, Magyarország részeinek ura és a székelyek ispánja, emlékezetül adjuk a jelen oklevelünk tartalmával jelölve mindazoknak, akiket illet, hogy mind némely hű tanács urunknak nálunk tett közbenjárására, mint pedig ezen Erdélyországunk javára és hasznára, valamint csatolt részeinek biztosításáról gondoskodva, annak eleget téve úgy tartottuk, hogy kegyesen gondoskodnunk kell a bármilyen helyről és szállásról, itt élés céljából magukat hatalmunk alá hajtó 1000 Szabolcs megyei hajdukatonáról. Figyelembe,
és tekintetbe is véve ugyanolyan hajdu katonák hűszolgálatait, amelyeket részben régen, részben pedig leginkább csak imént is fennálló, mégis az Isten kegyelme által elcsendesített mozgalmakban, valamint heves viharokban lehetőségük szerint dicséretesen és serényen tanúsítottak, valamint teljesítettek, ahogy megígérték, hogy a jövőben is a hűség hasonló álhatatosságával akarnak tanúsítani és teljesíteni. Tehát egész és teljes Derecske nevű városunkat, amely Bihar vármegyében van és biratik, készpénzünkön megvásárolva, előbb említett 1000 hajdu katonának, akik hívünknek, a nemzetes Erdélyi Andrásnak kapitánysága alatt állnak, minden hasznaival, haszonvételeivel és bármely tartozékaival együtt említett 1000 hajdu katonának, akik Szabolcs vármegye 7 hajdúvárosából oda költözni akarnak, valamint örököseiknek és mindkét nembeli összes utódainak. Úgy tartottuk, hogy kegyesen meg kell adnunk, oda kell adományoznunk, futtatnunk és sajátkezőleg át kell adnunk, kivéve, felszabadítva és mentesítve ugyanazt a várost, a pénzadók, tagság és bármely néven nevezendő kontribúciók teljes megfizetése, a tizedek, kilencedek térítése alól, mégis a következő feltételek figyelembevételével. Először, hogy fennhatóságunk területén élő híveink közül egyáltalán senkit se vegyenek be számukba, a mondott Derecske városában egyetlen helyet se engedjenek át, vagy engedjenek lakni. Másodszor, hogy a város előbb említett katonái, mind a jelenlegiek, mind a későbbiek, valamint örököseik és összes utódaik fegyverrel jól felszerelve Erdély országunknak továbbá hozzácsatolt részeiknek, valamint nekünk és utódaiknak, Erdély törvényes fejedelmeinek ahányszor a szükség megköveteli, a Bihar vármegyében élő, valamint lakó többi városi hajdú katona mértékének megfelelően hűségesen szolgálni, és akár általános, akár a részleges hadjáratokon személyesen részt venni, erejüknek megfelelően kötelesek és tartoznak. Harmadszor, hogy ugyanazon hajdu katonák és örököseik, valamint összes utódaik a szükségnek soha semmilyen idejében sem az irántunk, sem utódaink Erdély ország törvényes fejedelmei iránt való hűségükről el ne pártoljanak, sőt, a legteljesebb engedelmességgel, valamint a hűség álhatatosságával életük utolsó napjáig szolgáljanak. Ezen oklevelünk érvényével és tanúsága közbenjöttével, amelyet kiváltságlevelünk formájában fogunk elkészítetni, mihelyt nekünk eredetiben visszaadták. Ezen dolog emlékére és örök megerősítésére jelen oklevelünket függő és hiteles pecsétünkkel megszilárdítva, említett 1000 hajdúnak és örököseinek, valamint mindkét nembeli összes utódainak úgy tartottuk, hogy kegyesen meg kell adnunk, illetve át kell engednünk. Kelt Gyulafehérvár városunkban az Úr 1631. esztendejének június 23. napján. De
Derecskeváros napjának ünnepi részét. Évről évre az 1631. június 23-án kelt Derecske hajdúvárosi kiváltságlevelének felelevenítésével és jelképes átadásával nyitjuk. Ezzel köszöntjük a kedves vendégeket. Külön köszöntöm városunk polgármesterét, Bakó István urat. Köszöntöm Iklódiné Szilágyi Katalin, a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal Derecskei járási hivatalának hivatalvezető asszonyát. Köszöntöm Rácz Anikó alpolgármesterasszony. Köszöntöm Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyzőasszony. Köszöntöm dr. Majoros Gabriella aljegyző. Szeretettel köszöntöm testvértelepüléseinkről, Székelykeresztúrról és Bánfi-Hunyadról érkezett delegáció tagjait. Köszöntöm a járásunk településeiről érkező polgármestereket, képviselőket. Külön köszöntöm Derecske önkormányzatának képviselőtestületét, a kitüntetetteket és a meghívott vendégeket. És szívünk minden melegével, nagy szeretettel köszöntjük itthon a Derecskéről elszármazott kedves vendégeinket, akik megtiszteltek bennünket azzal, hogy visszatértek ma ide, Derecskére, hogy együtt töltsük el ezt a pár napot az elszármazottak találkozóján. Megkérem a tisztelt jelenlévőket, énekeljük el közösen a himnuszt. Közreműködik Nyakas Éva Brüsszelből hazatért elszármazott operaénekesnő, zongorán kíséri Bögös Attila. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves derecskei, Derecskéről elszámozott derecskeiek, kedves határon túli barátaink, kedves környékbeli lakosok. Íme ismét eltelt egy esztendő, és megint Derecskeváros napját ünnepeljük. Íme újra elszaladt négy esztendő, és újra elszámozottak találkozóját tartunk. Nagyon összetett és fáradtságos munka egy ilyen találkozó megszervezése. És ha őszinték akarunk lenni, néha elbizonytalanodunk.
lesz-e szervező munkánknak eredménye? Olyan fontos-e másoknak is ez, mint nekünk? Ilyenkor mindig van, ami átsegít bennünket az elcsüggedésem. Idén ez számomra többek között egy levél volt, amit engedjenek meg, hogy felolvassak. Derecskeváros önkormányzatának, Derecske. Igen, meglepődtem, és nagyon köszönöm a folyóhó 13-án érkezett szép meghívót. Életem legszebb éveit, majd a legnehezebbeket Derecskén éltem át. Mindig nagy szeretettel gondolok vissza arra a 17 évre, amit Isten kegyelméből ott élhettem. Ismét köszönöm a meghívót, nagyon meghatott, de idős korom és egészségi állapotom miatt már menni is alig tudok, nemhogy utazni, de nagyon boldog vagyok, hogy még emlékeznek édesapára, és így rám is. Nagyon köszönöm. Az Isten gazdag áldása, kegyelme legyen mindnyájukkal, és adjon jó egészséget, erőt, sikerekben gazdag éveket, szép Derecske minden lakójának. Üdvözletét küldi nagy szeretettel és tisztelettel, Kovács Klára, lélekben még mindig Derecskei lakos. Meggyőződésem, hogy a lélekben mindig Derecskei lakosok nemes közössége adja városunk erejét, tartását. Nagyon fontos, hogy erősítsük polgáraink között az összetartó erőt. Hanvas Béla a következőképpen fogalmazta ezt meg a barátsággal kapcsolatban. Minden barátság azzal kezdődik, azzal a homályos érzéssel kezdődik, hogy valahol már találkoztunk. Mintha régen testvérek lettünk volna. Még inkább, mintha ikrek lettünk volna. És ezért a találkozás csak viszontlátás. Amikor pedig az ember barátjától elszakad, tudja, hogy ez a távozás csak látszat. Valahol együtt marad vele, úgy, ahogy együtt volt vele a találkozás előtt is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Fontos, hogy a lelki közösségi értékek erősítése mellett a város infrastruktúráját, épített és természeti környezetét is folyamatosan fejlesszük. Ennek a fejlődésnek nagyon intenzív szakaszában vagyunk. Az elmúlt egy évben teljesen megújult a mellettünk látható Városház utca és a Szováti út eleje. Új út épült, új járda, új csapadékvízelvezető rendszer, új kis parkok jöttek létre, és sok-sok parkolót építettünk. Ennek köszönhető, hogy ma már nem kell esős napokon bokáig sárban és vízben hordani gyermekeinket az óvodába, iskolába. Tegnap adtuk át a több évtized áhított uszodát, ezzel is bővítve a városban elérhető szolgáltatások körét. Aki még nem látta, kérem, hogy tekintse meg, kívül és belül az épületet, nagyon szép építészeti megoldásokat alkalmaztak a tervezők és az építőmesterek. De a fejlődés nem áll meg, hiszen az önök mögött álló emeletes iskola épülete az ősszel a felújítás befejezésére vár. Napokon belül viszont elkezdjük a mozi felújítását és a házasságkötőterem modernizálását. Még idén elkezdődik az új főterünk építése. A fiataloknak pedig bő tíz hónap múlva rendelkezésére áll 10 fecskelakás, ahol egy teljesen megújult, modern környezetben kezdhetik meg közös életüket. Erőt kell, hogy adjon nekünk az, hogy elődeink mennyi csapás, nehézség után is talpra álltak mindig, és előre tekintettek. Így volt ez pontosan 325 éve, amikor a törökök felégették Derecskét. Így volt ez pontosan 170 évvel ezelőtt, amikor a pestis járványban 248-an meghaltak városunkban. Így volt ez, amikor 150 évig pereskedtek elődeink a Habsburgokkal az elvett szabadságjogaik miatt. És így volt ez akkor is, amikor a kommunisták elvettek az emberek földjét. Láthatjuk, hogy mi még mindig itt vagyunk. A törökök, Habsburgok, kommunisták pedig már nem urai ennek a derecskei földnek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 13. alkalommal adjuk át a városi kitüntető címeket
a város főterén. Itt, a lehető legnagyobb nyilvánosság előtt. Az önkormányzat korábban sem, és most, 2018-ban sem volt bőkezű, ezen elismerések odaítélésekor. Ez nem baj, mert ennek az a következménye, hogy értékesek a városi díjak. Az Ákán József díj értékét növeli, hogy kettő szűrőn kell átjutni, hiszen először az oktatási nevelési intézményeinkben a saját kollégái tesznek javaslatot a jelöltre, és ezt követően a képviselőtestület dönt a jelöltek közül. A Derecske városáért kitüntetés idén egy kicsit különleges, hiszen az egyik díjazott az elszámozottak találkozójának ötletgazdája és az előzőek főszervezője. A másik díjat pedig egy csapat, egy csoport kapja, akik az adott időben, az országban a legjobbak voltak saját területükön. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és kérem fogadják szeretettel a városi kitüntetetteket. Városnapi hagyományainkhoz híven, először a legfiatalabbaknak, városunk diákjainak adja át polgármester úr az elismerő emléklapot és a könyvjutalmat. A Derecskei Bocska István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói közül Derecske város önkormányzat képviselőtestületének emléklapját Bagdács Lili, 8. C-osztályos tanuló érdemelte ki. Megkérem a tanulót, fáradjon fel a színpadra. Bagdács Lili, 8. C-osztályos tanuló, évfolyam első. Kitűnő tanulmányi eredményű, példás magatartású és szorgalmú diák. Kiváló Bocska is diák, és Berényi Ervin emlékdíjban is részesült. A bójai anyanyelvi csapatversenyen megyei 5. helyezést elért csapat tagja. A Miért jó olvasni, mit adott nekem a könyv című prózaíró pályázaton 2. helyezést ért el. Derecske város önkormányzat képviselőtestületének emléklapját Bagdács Lili, 8. C-osztályos tanuló érdemelte ki, kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért. Derecske város önkormányzat képviselőtestületének emléklapját Hegyesi Réka, 8. C-osztályos tanuló érdemelte ki, megkérem a tanulót, fáradjon fel a színpadra. Kitűnő tanulmányi eredményű, példás magatartású és szorgalmú, kiváló Bocska is diák. A bójai anyanyelvi csapatversenyen megyei 5. helyezést elért csapat tagja. A Lucz János szövegértési és helyesírási verseny 2. helyezettje országos döntőbe jutott. Derecske város önkormányzat képviselőtestületének emléklapját Hegyesi Réka, 8. C-osztályos tanuló érdemelte ki, kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért. A Derecskei első Rákóczi György gimnázium, szakgimnázium és kollégium tanulói közül Derecske város önkormányzat képviselőtestületének emléklapját Kocsis Rihárd, 12. C-osztályos tanuló veheti át, megkérem a tanulót, fáradjon fel a színpadra. Kocsis Rihárd a 2. országos középiskolai rendészeti csapatversenyen 6. helyezést elért csapatának, a megyei amatőr lövészbajnokságon 3. helyezést elért csapatának a tagja.
Részt vett a Szeret a vitorlába pályaválasztási kiállításon. Részt vett a Debrecenben megrendezett CrossFit versenyen és a szolnoki ejtőernyős honvédelmi öttusa versenyen. Tagja volt a Fedezd fel Európát videóverseny győztes csapatának. Megszerezte a 7 modulós ECDL bizonyítványt 2018. május 17-én. Megkapta az Észak-Magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács Tehetségsegítő Tehetségígéret díját. Derecskeváros önkormányzat képviselő testületének emléklapját veheti át Kocsis Richárd, 12. C-osztályos tanuló. Példamutató magatartásáért, szolgálmáért, osztályközösségben végzett kimagasló munkájáért. Derecskeváros önkormányzat képviselő testületének emléklapját Tömöri Márk, 11. A-osztályos tanuló veheti át. Megkérem a tanulót, fáradjon fel a színpadra. A honvédelmi tornán 18 csapatból elért második helyezésért, a honvédelmi öttusa versenyen elért második helyezésért, a rotári futáson elért negyedik helyezésért, a vizer futáson 249 indulóból elért hetedik helyezésért, a borostyán futóversenyen elért hetedik helyezésért és a Diák Olimpián való részvételéért. Derecskeváros önkormányzat képviselőtestületének emléklapját Tömöri Márk 11. A-osztályos tanuló érdemelte ki. A Zákány József díj átadása következik. Derecske városa önkormányzatának képviselőtestülete Zákány József díjat adományoz kimagasló szakmai, pedagógiai munkájáért, a gyermekek nevelésében, oktatásában végzett áldozatos tevékenységért Török Emese tanárnőnek. Megkérem tanárnőt, fáradjon fel a színpadra. Török Emese 1999. szeptember 1-je óta tagja az első Rákóczi György gimnázium, szakgimnázium és kollégium tantestületének. Magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom szakos bölcsész tanár. 2002 óta mentor tanár. A Debreceni Egyetemtől 2010-ben kapta meg a kiváló mentor tanár kitüntetést. 2000-től 2005-ig idegen nyelvi munkaközösségi vezetőként tevékenykedett. Angol nyelvű színjátszó csoportot vezetett, forgatókönyvek írásában vett részt. A város kulturális életébe tevékenyen bekapcsolódik. Vas Albert, Móricz Zsigmond, illetve Arany János felolvasó esteken vett részt. Derecskeváros kedvenc regénye és verse érvelő esteken szerepelt. Városi megemlékezéseken ünnepi beszéddel is képviselte a gimnáziumot. Aktívan részt vett a költészet napján az iskolai versfelolvasó délutánon, a rendezvény szervezésében segítkezett. A Derecskei Életmód csoport rendszeres előadója. Vezető szerepet vállal a határon túli kapcsolatok ápolásában. A brassói Áprili Lajos főgimnáziummal való testvériskolai kapcsolat létrehozásában jelentős segítséget nyújtott. Iskolájában mind a gimnáziumi, szakközépiskolai, mind pedig a szakképzésben évek óta színvonalas munkát nyújt a magyar és az angol nyelv oktatásában. Török Emesének, Derecskeváros önkormányzatának képviselőtestülete Zákány József díjat adományoz kimagasló szakmai pedagógiai munkájáért, a gyermekek nevelésében, oktatásában végzett áldozatos tevékenységért. Derecskeváros önkormányzatának képviselő testülete
Derecske Városért díjat adományoz dr. Fülepné Sipos Ilona Eszternek, a város kulturális életében végzett kiemelkedően hasznos munkájáért, példamutatásáért. Megkérem dr. Fülepné Sipos Ilona Esztert, fáradjon fel a színpadon. Dr. Fülepné Sipos Ilona Eszter Beregböszörményben született 1957-ben. Tanulmányait a debreceni Műhelytelepi Általános Iskolában kezdte, majd a Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumban folytatta és szerzett ott érettségit. Később a nyíregyházi Besenyei György Tanárképző Főiskola művelődés szervező szakán kulturális menedzser és tömegkommunikátor szakirányú végzettséget szerzett. Ezt követően a Budapesti Államigazgatási Főiskola önkormányzati gazdálkodás szakát végezte el. Itt falusi turizmus és település menedzser szakirányú végzettséget is szerzett. 1985-ben talált rá arra a hivatásra, amely nyugdíjazásáig éltető közlege volt, ez pedig a közművelődés. Az igazi gyakorlati tanítómester a helyi mikrotársadalom volt Konyáron, de főleg Derecskén. Büszke arra, hogy elméleti és szakmai tudását olyan iskolateremtő tanítómesterektől tanulhatta, mint Mankó Mária vagy Fónai Mihály. Dr. Fülepné Sipos Ilona Eszter 3 évtizedet dolgozott a vidéki közművelődésben, amelyet mindig hivatásának tekintett. 2003-ban került Derecskére, mint kistérségi közművelődési referens, majd 2007 elejétől a Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójaként pezsgő, tartalmas és minőségi kulturális életet teremtett. A város lakossága befogadta, kollégái megbecsülését és szeretetét hamar elnyerte. A pályakezdő kollégák példaképévé vált. Kitűnő kapcsolatokat épített ki a városi önkormányzattal és a város intézményeivel, valamint a civil szervezetekkel. A közművelődés éltető közege volt egészen a 2016-os nyugdíjba vonulásáig. Hitt az élet hosszig tartó tanulásban, folyamatosan fejlesztette magát. Külföldi tanulmányutakon vett részt, amelyeken megismerhette a francia, az osztrák, az olasz közművelődési modelleket. Új utakat, új módszereket keresett és talált a közművelődés, a közösségi művelődés mikrotérségi fejlesztésében. Módszertani tanácsokkal segítette és koordinálta a közösségi művelődés feladatait, képzéseiket. Tapasztalatcseréket szervezett a kistérségi falusi turizmus erősítéséért. Munkájának fókuszában a lokális, a nemzeti identitás, a helyi közösségi művelődés megerősítése, a kulturális partnerség kiépítése állt. Meggyőződése szerint csak az a település lehet erős és hatékony, amelyet sok erős értéket teremtő közösség alkot, és elkötelezett a lokális és a nemzeti identitás iránt. A határon túlnyúló Királyok Fejedelmek útja című projekten keresztül új módszereket honosított meg egyedül álló módon. Akkreditált felnőttképzési intézményt alapított, ezzel is segítve a térség szociokulturális hátrányainak csökkentését. A sikeres uniós pályázatok révén több mint 100 millió forintos fejlesztés valósított meg a térség humán erőforrás fejlesztésében. A közművelődési szolgáltatók bővítésében a Derecskei Önkormányzat hathatós segítségével. Oktatói és tananyagfejlesztői szerepet is vállalt. Hallgatói, oktatói jegyzeteket írt a hátrányos helyzetűek képzésének segítésére. Uniós pályázatok révén intézményi infrastruktúrális fejlesztéseket sikerült generálni, nem csak Derecskén, hanem Konyáron, Sárándon és Tépén is. A sérült, fogyatékkal élő emberek társadalmi elfogadása érdekében Kommunikáció, Tudás, Esélyegyenlőség című programot szervezett. Munkájában alkalmazta modern elveket, de a hagyományápolás iránti érzékenysége is megnyilvánult. Több országos és nemzetközi hatáskörű találkozót, fesztivált, újító nagy rendezvényeket keltett életre, amelyek kapcsolódtak a település hagyományaihoz.
helyi értéktárakat hozott létre Konyáron, Derecskén, korát megelőzve. Konyáron sikerrel kutatta fel a helyi hagyományokat, országosan is ismertétette a konyári pávakört. Rendezvények, amelyek dr. Fülepnési Posilona Eszter nevéhez kapcsolódnak. A konyári hagyományőrző kézi aratóverseny, konyári és derecskei elszármazottak találkozója, Kócsi Patkó János Bihar-Bihor minősítő diákszínjátszó fesztivál, Hajdú Komák Konokkunok Jópalócok Székely Góbék disznótoros versenye a barátság jegyében, Derecske városnapja, és nem utolsó sorban, Derecske város bálja. Dr. Fülepnési Posilona Eszter nem önmagáért, hanem a település kulturális életének, művelődésének fejlesztéséért dolgozott. Munkájában mindig szigorúan ragaszkodott a minőséghez, a magas színvonalú kulturális értékekhez. A kulturális értékek felszínre hozatalával, átadásával, közvetítésével célja az volt, hogy az általa irányított Derecskei intézmény mindig magas színvonalú kulturális szolgáltatást nyújtson. Dr. Fülepnési Posilona Eszter szerint 3 évtizedes folyamatos szakmai sikereit annak köszönhette, hogy mindig igényességre, precizitásra törekedett. Dr. Fülepnési Posilona Eszter munkavégzését a kitartás, a problémaérzékenység, az optimizmus, a nagy munkabírás, a megbízhatóság, az integráló, konfliktust megoldó gondolkodásmód, a magas szintű szakmai ismeret jellemezte. Hogy mi számára a közművelődés? Ő így van róla. A közművelődés egyszerre nemes és fennkölt, egyszerre kicsit populáris, egyszerre hagyományőrzési elhivatottságú, egyszerre civilcentrikus. Közművelődés. Ez a hivatásom, ez a hobbim, ez az életem. Derecskeváros önkormányzatának képviselőtestülete Derecskevárosért díjat adományoz dr. Fületné Sipos Ilona Eszternek. Derecskevárosért önkormányzatának képviselőtestülete Derecskevárosért díjat adományoz a Derecskei Aranyak tornász csapat edzőjeként Németi Tibornak és a Derecskei Aranyak tornász csapat tagjainak a sportterén végzett kiemelkedő tevékenységéért. Megkérem Németi Tibor edzőt és a Derecskei Aranyak tornász csapat jelenlévő tagjait, akiket Leány Kori nevükön fogok szólítani, hogy fáradjanak fel a színpadra. Tornászok, edző Németi Tibor. Első csapat, Szilágyi Margit. Szelei Julianna. Iklódi Erzsébet. Csész Szabó Ildikó. Második csapat. Balog Emma. Tószegi Irma. Szabó Zsuzsanna, Megyeri Ágnes, Bíró Julianna, Szabó Mária. És Magyari Ildikó. Harmadik csapat, Tikász Márta, Szele Ágnes, Sós Ildikó, Bontos Mária, Börcsök Erzsébet. És Köszörűs Marian. Negyedik csapat tagjait szólítom, Zengő Máriát, Galgóci Ildikót, Sós Anikót és
Szabó Ágnest. ...1965 és 1972 között városunk nevét a derecskei aranyag tették ismerté országszerte. A négy korosztály, négy tornász csapata éveken keresztül kiváló eredményekkel, nagyszerű győzelmekkel dicsekedhettek. Edzőjük Németi Tibor az akkori kettes számú általános iskola testnevelő tanára volt. Németi Tibor 1960-ban pályakezdő tanárként került városunkba. Nagy lelkesedéssel szervezte a tornász csapatot. Több mint egy évtizeden át volt a kettes számú általános iskola, ma ez a Bocska István általános iskola is, ami testnevelője és a tornász csapatainak edzője. Az iskola Tibi bácsiát ma is szívesen, szeretettel emlegetik az akkori diákok. A kitűnően képzett testnevelő magas szinten oktatta a testnevelést, a tornászást, készítette fel a fiatalokat a versenyekre. Edzői pályafutása alatt tudását Németországban szerzett tapasztalattal gyarapította. Az ott szerzett tapasztalattal, az elhivatottságával, a magas szintű szakmai tudásával, a kitartásával vitte győzelemre hosszú éveken keresztül a derecskei tornász csapatokat. Városunkból elkerülve a mai napig folytatja a pedagógusi és edzői hivatását, több miniszteri elismerésben részesült a diáksport területén végzett munkájáért és sikereiért. A kitartó munka eredménye hamar megmutatkozott. Több területi győzelem után 1966 tavaszán a kettes számú általános iskola csapat megyei első helyezést ért el. A csapat tagjai Csíszabó Ildikó, Iklódi Erzsébet, Szelei Julianna, Szilágyi Margit, Posgai Erzsébet, Tőkés Irén. Ők jelentették a derecskei aranyag kezdetét. Ezt követően az 1967 és 1972 között megrendezett tornászbajnokságokon és úttörő olimpiákon a derecskei tornászlányok minden alkalommal dobogós helyet értek el. 1967-ben a harmadik úttörő olimpián bronzérmet, 1968-ban a negyedik úttörő olimpián első osztályú tornában aranyérmet, és 1969-ben az ötödik úttörő olimpián szintén aranyérmet szereztek. A versenyeken a csapat győzelem mellett több egyéni győzelemmel is büszkélkedhettek a leányok. A csapat tagjai Balog Emma, Bíró Julianna, Magyar Ildikó, Megyeri Ágnes, Szabó Zsuzsa, Szabó Mária, Tószegi Irma. Ekkor párhuzamosan két csapat edzését vezette Németi Tibor. Az akkori kicsik csapata, melynek tagjai Bontos Mária, Börcsök Erzsébet, Homoki Júlia, Köszörős Marianna, Sós Ildikó, Szele Ágnes, Tikász Márta 8-9 évesen kezdtek tornászni. Nap mint nap 2-3 órát edzettek, hogy kiváló eredményeket érjenek el. Területi, megyei és országos versenyeken szerepeltek a legjobbak között. 1968-ban a kisdobos tornaversenyen első helyezést értek el. 1969-ben a kicsik az úttörő olimpián a szakosztály legfiatalabb versenyzőiként negyedik helyezettek lettek. Majd Kecskeméten, Miskolcon, Debrecenben, megyei és országos versenyeken mindenhol győzelmet arattak. 1970-ben Szegeden olimpiai bajnok lett a csapat. A kiváló eredmények elismeréséül 1970-ben megkapták a 70-es évek legjobb tornász csapata címet, melyet első alkalommal osztottak ki. A Budapesten átvett Vándor Serleget az év sportolói címmel 1969-től az Országos Sporttanács és a Pajtás Újság szerkesztősége javaslatára indították el. A továbbiakban már felnőtt női osztály, első osztályban arattak sikereket. A sikereket töretlenül folytatta a negyedik csapat, melynek tagjai Galgóci Ildikó, Sós Anikó, Szabó Ágnes,
Vajda Marian, Zengő Mária. 1972-ben a 8. úttörő olimpián ők is aranyéremmel gyarapították a derecskei aranyak hírnevét. Ezen a versenyen az olimpia lángot a derecskei tornászlányok iránti tisztelet és elismerés jeléül Sós Ildikó gyújtotta meg. 1972-ben a derecskei aranyak címmel Csőke József rendező és stábja dokumentumfilmet forgatott a tornászlányokról, melyet az MTV 1972. október 31-én le is vetített. Így városunk nevét már nem csak a sportvilág, hanem az egész ország megismerhette az edző, Németi Tibor és a sikeres tornászlányok nyomán. Derecskeváros önkormányzatának képviselőtestülete Derecskevárosért díjat adományoz a Derecskei Aranyag tornászcsapat edzőjeként Németi Tibornak és a Derecskei Aranyag tornászcsapat tagjainak a sportterén végzett kiemelkedő tevékenységükért. Valamennyien szívből gratulálunk a kitüntetetteknek. Megköszönöm polgármester úrnak a díjak átadását. Kérem, foglaljanak helyet. Tisztelt vendégeink! Az ünnepi pillanatok után lélekemelő pillanatok következnek. A Derecskéről elszármazott Brüsszelben élő Nyakas Éva művésznő műsora következik. Zongorán kíséri őt Bögös Attila. Fogadják őket szeretettel. Thank you.
második darab egy Jacques Brel szám lesz. Jacques Brel egy belga énekes zeneszerző volt. Aki sajnos már itt hagyott bennünket. Nagyon szép számunk volt. Hogyha csak a szerelemen múlva... Thank you.